Tisztelt rektor úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, mindenek előtt köszönöm ezt az igen megtisztelő meghívást és a kedves bemutató szavakat. Amint látható előadásomban a kora keresztény közösségek társadalmi hátterét vizsgálom, különös tekintettel az első korintusi levél 11. fejezetére, közelebbről az úrvacsora és az azon felmerülő feszültségek értelmezésével foglalkozom, és ezen belül, tehát már a bevezetőben ki szeretném emelni, hogy csakis az úrvacsora társadalmi vonatkozásaival foglalkozom, nem annak teológiájával. És arra szeretnék rámutatni, hogy a keresztény testvériség eszméje ellenére a kora keresztény közösségekben már kezdettől fogva jelen voltak a társadalmi feszültségek, és erre próbál Pál valamilyen részleges megoldást nyújtani. Ami pedig érdekes számomra ebben a szövegben az az, hogy különösképpen megvédi és kiemeli a nincstelenek, a szegények méltóságát, és teszi ezt olyannyira, hogy azt mondja, aki a nincsteleneket megszégyeníti, megalázza, az egyenesen Isten egyháza ellen vét. Az előadásomban a 11. fejezet 17-34-ig terjedő verseivel foglalkozom, különösen az értelmezési nehézségekkel, ugyanis korán sem egyértelmű ezt a szöveget értelmezni. Ennek kapcsán rátérek az asztalközösség kérdésére az ókorban, az asztalközösség gyakorlatára, illetve mivel a felvetett kérdések jó része anyagi, gazdasági természetű, ezért röviden érintem a keresztények gazdasági helyzetét a Római Birodalom keretében, illetve rátérek egy olyan szerveződési formára, amelyhez valószínűleg a keresztény közösségek nagyon közel álltak, konkrétan az önkéntes vagy privát egyesületekre és azok közös étkezéseire. És ennek fényében szeretném aztán a következtetéseket levonni. A 11. fejezetből arról értesülünk, vagy Pál maga arról értesül, hogy a korintusi közösségben bizonyos szakadások léptek fel, és ezért megállapítja, hogy az, ami Korintusban történik, az már nem az Úr vacsorájának a fogyasztása, hanem a saját vacsorája, tehát szembeállít két fogalmat, az idion deipnont és a kyriakon deipnont, és teszi ezt olyannyira, azt mondja, hogy egyesek éheznek, mások pedig megrészegednek, megittasodnak, és ezért itt állapítja meg, hogy a szegények megalázása történik itt, és ez egyenesen Isten egyházának a megvetése. Most ezzel a magatartással, ezekkel a problémákkal szembeállítja Jézusnak, a Krisztusnak az utolsó vacsoráját, amelynek a lényege Krisztusnak a halálig menő önfeláldozása. Ezt jelenítik meg, erre emlékeznek az úrvacsorában. És ennek fényében a korintusiaknak meg kell vizsgálniuk magukat, és amit ő javasol, amit kér, az az, hogy a módosabb korintusiak azok éhségüket otthon csillapítsák, a közösségi étkezésen pedig várják meg egymást, vagy javasolni szeretném, fogadják el egymást. Tehát ez nagyon vázlatosan a szövegünk. Tehát ez a szöveg több kérdést vet fel, többek között azt, hogy mi a kapcsolat az úrvacsora, tehát a rítus, a kenyér és a bor rítus, illetve a közösségi étkezés között, meg olyan gyakorlati kérdéseket, hogy hol jött össze a közösség, mi volt a keresztények anyagi, gazdasági helyzete, mit fogyasztottak az úrvacsorán, illetve mit jelent az konkrétan, hogy ki a maga vacsoráját veszi elő. És az első kérdésünk tehát az úrvacsora és a közös étkezés kapcsolata, ezt csak nagyon röviden érintem. Azt szeretném kiemelni, hogy nem két egymáshoz esetlegesen kapcsolódó aktusról van szó, tehát mondjuk így az úrvacsora, mint kultikus, eukarisztikus rítus és a lakoma,
hanem a lényeg az, hogy a szöveg alapján arra lehet következtetni, hogy a kenyér és a bor rítus az beágyazódik a vacsorába, annak a szerves része, ezért egy ilyen találó megállapításra bukkantam, hogy az úrvacsora az tulajdonképpen az egy közösségi kultikus étkezés. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni, annál is inkább, hogy az ókorban a közösségi étkezésnek egy rendkívül fontos szimbolikus funkciója volt, közösségteremtő, de ugyanakkor vallásos funkciója is. Ezt látjuk biblikus forrásokból, illetve az ókorból tudunk arról, hogy a kultuszoknak, mind a nyilvános kultuszok, mind az egyesületi kultuszok esetében a közös étkezés, a szakrális étkezés egy fontos eleme volt. A másik kérdésünk, hogy hol jött össze a közösség, egy elterjedt nézet szerint az úrvacsorára módosabb keresztények házában jöttek össze. A kérdés viszont az, hogy mit jelent az, hogy valakinek a házában. Jelentheti azt, hogy tekintettel, hogy itt Korintusban vagyunk, tehát egy római kolónia, jelentheti-e azt, hogy ez egy tipikus római ház, mint például a Korintus szélén feltárt villa, annak a maradványai, annak az alaprajza is mutatja, ez az úgynevezett Anaplóga villa, egy ilyen tipikus római házat látunk itt, ahol megfigyelhetjük, hogy sajátos helyiségeket találunk benne. Tehát például itt van az ebédlő, a triklinium, és amit még kiemelnék, az a belső udvar, az átrium, és emellett persze sok más helyiség, meg itt elől az utca felől az üzlethelyiségek. Tehát a kérdés az, hogy Korintusban volt-e olyan keresztény, aki ekkora és ilyen típusú házzal rendelkezett. Korábban azt mondták, hogy igen, ma ezt egyre kevésbé tartják valószínűnek, ezért alternatívákat keresnek erre, tehát a keresztények összejöveteli helyeként más helyiségeket megemlít az irodalom, így például, hát ez még nem az, hanem itt csak egy kép a trikliniumról, tehát hogy nézett ki egy villában az ebédlő, ahol kereveteket helyeztek el. Azt mondják, hogy Anaplogában 9, maximum 11 ilyen kerevet férhetett el. Ez azzal függ össze, hogy hány ember vehetett részt a vacsorán. Tehát más alternatív helyiségeket képzelnek el, ilyen például az emeletes bérlakásokban, az úgynevezett inszuléban található tágasabb helyiségek, itt látunk egy ilyen inszulát, és erre utalhat például az, hogy az Abcsel szerint Pál egy harmadik emeleti teremben töri meg a kenyeret. Más lehetőségek a műhelyek, például kézműves házaspárok esetén, vagy üzlethelyiségek, láttunk korábban üzleteket, vagy itt is látunk egy ilyen Korintusban feltárt üzletsort, illetve étkezési helyek, vagy pedig bérelt helyiségek. Tehát különböző lehetőségekkel számol ma az irodalom, és valószínű, hogy ez helyzetenként és helyenként változott. A következő kérdésünk, hogy miben állt a közös étkezés, és közelebbről az, hogy itt kiki a saját vacsoráját fogyasztotta, vajon jelenti ez azt, hogy mindenki hozott valamit, amit esetleg maga fogyasztott el, vagy amit a közösbe tett, de a lényeg az, hogy mindenki hozott valamit, erről az ókorban vannak beszámolóink, az úgynevezett kosaras vacsorák. Ezen túlmenően a kérdés az, hogy vajon az idion deipnon azt jelenti-e, amit nagyon sokan feltételeznek, hogy valakik elővételezték az úrvacsorát vagy az étkezést valamilyen formában, és mások később érkeztek, vagy valamilyen másoknál fogva kimaradtak. Ennek több változata van ennek a hipotézisnek. Például az, hogy valakik privát vacsorát, a jómódúak azok a maguk külön vacsoráját elfogyasztották még mielőtt megkezdődött volna az úrvacsora, vagy Murphy O'Connornak a nézete nagyon elterjedt, hogy a módosak azok hamarabb ott voltak, vagy kezdettől fogva ott voltak az úrvacsorán, és ezek, mivel módosabbak voltak, hát a vendéglátó az befogadta őket a házába, a trikliniumban, tehát a trikliniumban jutott számukra hely, miközben a szegények, rabszolgák azok csak később érkeztek, és ezért számukra már csak az átriumban maradt hely, láttuk korábban az ábrát.
Tehát különböző hipotézisek arról, hogy miért egyesek korábban, és mások később. Tehát ennek az alapja a szövegben, az, köszönöm szépen, az, hogy két igével találkozunk a szövegben, a prolambano igével, illetve az ekdehomájjal, amelyet a kommentátorok jó része temporálisan értelmez, vagyis azt feltételezi, hogy van egy időbeli sorrend. A gond az, hogy egyik ige esetében sem magától értetődő vagy kötelező a temporális értelmezés, mert a prolambano jelenti egyszerűen azt, hogy venni, magához venni, elővenni, konkrétan magához venni a vacsorát, illetve az ekdehomai jelentheti azt is, hogy várni, de az alapjelentése, hogyha szótárakat is megnézünk, akkor az lényegében a kapni, elfogadni, befogadni. Ennek alapján nem magától értetődő, hogy itt valamiféle időbeli eltolódással kell számolni. A másik az, hogyha közelebbről megnézzünk egy ilyen étkezést, külső források alapján hogy kell elképzelni, és főleg egy szempontot szeretnék kiemelni ennek kapcsán, mégpedig azt, hogy noha számunkra ma ez valószínű elképzelhetetlen, az ókorban egyáltalán nem volt nyilvánvaló az, hogy közös étkezéseken mindenki ugyanazt az ételt vagy italt fogyasztotta, vagy ugyanolyan mennyiségben. Nagyon sok forrásunk van az ókorban arról, hogy a lakoma vendégeket státus szerint megkülönböztették, és különböző mennyiségű, illetve minőségű ételben, italban részesítették. Néhány példa, Juvenalis azt mondja az 5. szatírában, hogy a klienst, a patrónus következetesen megalázza, meghívja ugyan a házába, de a leggyengébb kerevettet jelöli ki számára, a silány élelmet és gyenge bort ad neki, miközben ő a legkülönösebb ételekben részesül, és a drága óbort fogyasztja. Ez nagyon gyakori szatirákban, epigrammákban, de más szerzőknél is megtaláljuk, például itt Pliniusztól idéznék egy kis részt. Egy levelében felrója az ismerősének azt, hogy a lakoma vendégeket konkrétan a státus szerint megkülönbözteti, és konkrétan a szabadosokat részesít ilyen hátrányos megkülönböztetésben. És Plinius magáról mondja, idézem, minden vendégemnek ugyanazt adom, hiszen ebédre és nem rangsorolásra hívtam meg őket, és az egyazon asztalhoz és kerevetre meghívottakat minden másban is egyenlőnek tekintem. A szabadosokat is kérdezi? Azokat is, hiszen ilyenkor vendégeim és nem szabadosaim. Mire ő? De nem vered ezzel magad túl nagy költségbe? Egyáltalán nem. Nem a szabadosok isszák azt, amit én, hanem én iszom azt, amit ők. Magyarul mindenkinek ugyanazt a gyenge bort adom. Én is azt iszom, meg az előkelő vendégeim is azt isszák. Hasonlót látunk Plutarkosznál az asztali beszélgetésekben, ahol hát éppen ez a vita témája, hogy szabad-e ilyet tenni, és Plutarkosz apja azt képviseli, hogy a kort és a rangot megilleti a megkülönböztetett bánásmód. Timon, Plutarkosz testvére viszont azt mondja, hogy ez a megkülönböztetés, akár ültetési rend, akár jobb ételek révén, csak a becsvágyat erősíti, és ezért az ő nézete szerint nagyon modernül hangzik, a lakomának szabadnak és demokratikusnak kell lennie. Plutarkosz azonban azt mondja, hogy ez úgy rendben van a fiatalokkal és a szabadokkal, a szabad polgárokkal szemben, de a tisztségviselőket meg az időseket megilleti a megkülönböztetett bánásmód, és ennek a kifejezője a jobb hely, a hús, és nem a több hús, hanem a hús, és a nagyobb kehely, illetve a külön adagok. Itt ez jó szemléltetés, ami az asztalon látható. Tehát ezzel azt szeretném kiemelni, hogy a lakoma egyszerre volt a közösség teremtés helye, de ugyanakkor a társadalmi hierarchia kifejezésének a helye is, és rendkívül gyakori az ókorban a lakoma vendégek státus szerinti megkülönböztetése, amire látunk még példákat hamarosan. Következő kérdésünk az a korintusi, egyáltalán a keresztények anyagi, gazdasági helyzete, nem fogom a különböző téziseket ismertetni, csupán a következtetést. Ha az össztársadalmat nézzük, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a
Az birodalom összlakosságának csak az elenyésző százalékát tette ki a kifejezetten az elit, a római arisztokrácia, a lakosság nagy többsége azonban a szegény rétegekhez tartozott, de voltak, és ezt szeretném kiemelni, voltak közepesen módos személyek is, akik valamilyen iparággal, kereskedelemmel bizonyos foglalkoztak, vagy bizonyos hivatalokat, kisebb hivatalokat töltöttek be. És a másik pedig, hogy ezt lefordítjuk a keresztény közösségekre, akkor azt kell megállapítanunk, hogy ezek is, a keresztények főként a szegényekből kerültek ki, voltak szabadok, de voltak rabszolgák, szabadosok is, illetve minden bizonnyal, ha nem is az elit képviselői, de minden bizonnyal a közösségben voltak közepesen módos személyek is, akik biztonságos egzisztenciát élhettek, és ugyanakkor, akik a közösséget saját forrásaikból támogatták. És ezt kiemelném, ezt a gondolatot. Ezért, mivel láttuk, hogy ilyen körülbelül a keresztény közösségeknek a társadalmi összetétele, ezért keresnünk kell olyan társadalmi szerveződési formákat, amelyekhez a keresztény közösségek közel állhattak, és ezért emelném ki az önkéntes vagy privát egyesületeket, amelyek ebben a korban virágoztak a birodalom egész területén. Ez egy nagyon nagy kutatási terület, de csak annyit ezekről, hogy ezek olyan egyesületek voltak, amelyek magánkezdeményezésre jöttek létre, különböző célok megvalósítására. Ezek szabályos szervezettel rendelkeztek, egy belső működési szabályzattal, voltak tagjaik és voltak hivatalviselőik, és azon túl, hogy voltak szakmai kötelékek, vagy vallási kötelékek, nagyon fontos volt az életükben a közösségi étkezés, a közös lakoma. És ezeket az egyesületeket korábban funkciók szerint osztályozták, így beszéltek, vagy beszélhetünk szakmai egyesületekről, vallási egyesületekről, vagy temetkezési egyesületekről, de ma inkább az alapul szolgáló kötelékek szerint osztályozzák, és így vannak házi vagy oikosz alapú közösségek, és a keresztény közösségek főleg ezekhez álltak közel. Vannak etnikai vagy földrajzi kapcsolatokra építő egyesületek, de vannak szakmai vagy kultikus kötelékekre épülő egyesületek is. Társadalmi összetétel szempontjából, ami fontos, az, hogy ezek főleg a közép és az alacsonyabb rétegek közül kerültek ki, noha itt is találunk közepesen módos személyeket, vagy akár gazdaságilag igen jelentős egyesületeket. És itt két példát szeretnék kiemelni, és különösen ezeknek az étkezéseire térnék ki. Mind a kettő Itáliában működött a második században. Az egyik Diana és Antinous tisztelői néven ismert, Lanuviumban működött, és tagjai főként rabszolgák és szabadosok voltak, de egy elit patronusuk volt, aki egy elég jelentős alapítványt tesz, 15 ezer szesztercius, amelynek a kamataiból a közös összejövetelek, különösen étkezések költségeit állták. Nem térek itt ki az összegekre, de azt szeretném kiemelni, hogy a közös étkezések szabályozása kapcsán derül az ki, hogy milyen hivatalviselőkkel rendelkeznek, és főleg azt, hogy ezeknek mik a kötelességeik és mik a jogaik. Így például van 4 darab magister cenárum, akinek az a feladata, hogy a saját költségén állja éppen azt, ami az étkezéshez szükséges, konkrétan tagonként, illetve még azt megelőzően 1 amfora bort, tehát körülbelül 40 liter bort, elég szép azt hiszem, 2 ász értékű kenyér, ez nagyjából 1 kenyér, és 4 szardíniát. Ez a lényeg. Aztán van egy másik, ez a főhivatalviselőjük, a Quinquennalis, aki egyrészt illat és boráldozatot mutat be, tehát látszik, hogy egy rituális oldala is az étkezésnek, másrészt a saját költségén állja a megkenéshez szükséges olajat, ami igen költséges volt az ókorban.
Ez az egyik oldala kérdésnek, vagyis az, amit a hivatalviselők adnak saját forrásaikból a közösségnek a közösségi étkezésen. Tehát ők a saját költségeikből állják az étkezést, vagy annak egy részét. A másik oldala ennek viszont az, hogy a hivatalviselők, az egyszerű tagok élelem adagjának az étkezésen, az egyszerű tagok élelem adagjának a másfél, illetve kétszeresét kapják. Tehát a quinquennalis a kétszeresét, a másik, a scribalis viator a másfélszeresét. A másik egyesületünk, az Asclepios és Hügéia kollégiuma Rómában, amelynek a tagjai valószínűleg kicsit jobbmódúak voltak, nem találunk köztük rabszolgákat. Ezeknek is egy elit patronusuk van, egy hölgy, aki a férje emlékére tesz egy alapítványt, egy elég szép alapítványt, 50 ezer szeszterciuszt, illetve egy épületet adományoz az egyesületnek. Ő a Mater Collegii nevet viseli, és sógora, aki szintén tesz egy alapítványt, az a Pater Collegii címet viseli. Ezen túl más hivatalviselők is vannak. Most ugyanaz a helyzet, hogy a kamatokból az évi a különböző rendszerességgel megült összejövetele költségeit fedezik, de itt is ugyanazt látjuk, hogy a hivatalviselők egy megkülönböztetett bánásmódban részesülnek. Itt nem csak étkezésekről van szó, hanem az összejövetelek alkalmából pénz vagy élelem, illetve bor adományban is részesülnek, az úgynevezett sportulé. És itt is látható, hogy a hivatalviselők, illetve a páter és a máter kollégii az többet kap. Ha a pénzösszeget nézzük, akkor 3 dénár, 2 dénár, 1 dénár. 1 dénárt kapnak az egyszerű tagok. Másik alkalommal 6 dénár, 4 dénár a pénzösszeg, illetve a bor adomány mennyisége is különbözik. 8 mérő a Pater Collegii, a Quinquennalis, illetve 6-6 mérő az alacsonyabb rendű hivatalok, és 3 mérő az egyszerű tagok. Tehát ugyanazt látjuk, mint korábban. Most, hogyha egybevetjük ezeket az információkat, amelyeket profán forrásokból nyerünk arról, hogy egyrészt hogy nézett ki egy közösségi étkezés, mit fogyasztottak, mennyit fogyasztottak, és főleg, hogyha egybevetjük az önkéntes egyesületekkel, azok gyakorlatával, akkor elég érdekes következtetésekre jutunk. Egyrészt azt kellene látnunk, hogy szerveződés, tagság, összetétel szempontjából az első keresztény közösségek a leginkább az önkéntes egyesületekhez hasonlítottak, és ilyen szempontból az úrvacsora pusztán társadalmi, vallásszociológiai, tehát nem teológiai szempontból az egyesületi lakomának egyik válfaja. És láttuk azt is, hogy általános gyakorlat volt, hogy a közös étkezések költségeit jobb módúak állták, és ennek következtében ezt a közösség meghálálta úgy, hogy ezeket jobb ételben, nagyobb adagokban és több borban részesítette. Nem véletlen talán az, hogy Pál azt mondja, hogy egyesek megrészegednek. Most mit tesz Pál? Azt mondja, hogy egyrészt, hogy a módosak otthon lakjanak jól. Viszont ezzel, ha belegondolunk, ő azt mondja, hogy ezzel hallgatólagosan tudomásul veszi azt, hogy vannak és megmaradnak a társadalmi különbségek, mert valójában a szegényeknek otthon se lesz több, mint az úrvacsorán. De amit javasol, ha egy kicsit Pliniusnak a szavait parafrazálnánk, az kb. Így lehetne átfogalmazni, hogy az úrvacsorán a módosak egyék és igyák ugyanazt, mint a szegények. A megokolás viszont egészen más, mert ő Krisztus példájára, a halálig menő odaadására hivatkozik, és amit még kiemel, különösen, ami meglepő a társadalmi háttér ismeretében, az, hogy a szegényeknek ez a fajta hátrányos megkülönböztetése, az egyrészt ellentmond az úrvacsora lényegének,
Másrészt pedig ez annyira súlyos, hogy egyenesen Isten egyháza megvetésének minősül. Ami úgy érdekes számomra az az, hogy amiért a korintusiakat végső soron megrója, az nem az, hogy az úrvacsora teológiájukban valamiféle tévedések léptek fel. Jó, köszönöm a megtisztelő figyelmet!